A Nyír Bogdányi Nánási családhoz érkezik ez a cipős doboz akcióban résztvevő csomagszállító autó. A futár kiszáll és rögtön nyitja a rakteret, ott sorakoznak a cipős dobozni ajándékok. Ide most 4 doboz érkezett, ezeket a szülők és a baptista szeretetszolgálat képviselői adják át a család 4 gyermekének. Inkább olyan családokat választunk ki, akikről tudjuk, hogy nehéz helyzetben vannak anyagilag, és mindenféleképpen segítségünkre vannak, esetleg az iskolában pedagógusok, és olyan településeken, ahol kapcsolataink vannak, ott közreműködnek akár az önkormányzat részéről is, hogy a fókuszba olyan családok kerüljenek, akik tényleg erre nagyon rászorultak. Az akcióban országszerte több mint 50 000 cipős doboznyi ajándékot oszt szét a szeretetszolgálat. A csomagokat szegény sorsú gyerekekhez juttatják el, hogy szebb legyen a karácsonyuk. 4 gyerek van, ugye? Jelenleg én dolgozom, párom még nem talált munkát. És hát ugye, amúgy is szerintem ez egy különleges dolog, hogy minket választottak, nagyon örülünk, a gyerekek nagyon örülnek, nagyon szép ajándékokat kaptak. És hát ugye, hát most egy fizetésből ugye itt a tél, jön az ünnep, úgyhogy hát mindennek örülünk. A kezdeményezés jószolgálati nagykövetei Mezőmisi zenész és Weiss Fanni modell egy-egy cipős doboza is ide, ehhez a családhoz érkezett. Mezőmisi ajándéka Misikéhez került, ő a sok ajándék mellett első hangszereként ugyanazt kapta karácsonyra, mint annak idején a zenész, egy szájharmonikát.